Sziasztok bikák, köszöntelek a csatornámon Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy novemberben milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá, először is az orákulum bölcsessége kártyáját nézzük meg, ahol neked a szerencsés véletlen jött ki, 18-as. Tehát ez egy nagyon pozitív lap, amikor igazán a véletlenek összeállnak, amikor úgymond összhangba vagy az univerzummal, és minden összejön. Tehát amikor jó helyen vagy, a jó időben, a megfelelő emberekkel találkozol, ez az, amikor a szerencse melléd áll, amikor minden nagyon pozitívan alakul. Tehát jelzi azt, hogy az univerzumnak valamilyen terve van veled, és igazán minden össze fog jönni az életedben, nagyon-nagyon pozitív. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. Kirakásod középpontjában a botok lovagja áll. A botok lovagja, mint udvari kártya lehet egy személy, a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez egy nagyon szenvedélyes, tüzes személy jelent, aki nagyon szereti az újdonságokat, a kalandokat, az akciót. Általában egy úgymond egy olyan személy, aki szereti elcsábítani, tehát ez a csábítónak a kártyája. Általában jelentheti azt is, hogy egy kalandra mész, lehet, hogy egy utazásra, egy egzotikus országba. Itt ugye ez egy nagyon, nagyon kalandos energiát hoz magával. De nézzük meg, hogy milyen lapok veszik körül. Az első lapod az Az érmék kettes, ami igazán a harmónia, az egyensúlynak a lapja, amikor próbálod az életedet egyensúlyba hozni, valamint nagyon jól egyensúlyozod az életedet. Lehet, hogy az érzéseidet kell egyensúlyoznod, lehet, hogy mennyi időt töltesz munkával, a szeretteiddel. Tehát itt van valami, amit próbálsz egyensúlyozni, lehet, hogy tüzességedet kell egyensúlyozni. Ez a lap nekem mindig eszembe jutatja a hullámvasutat is, amikor egyszer fönt, egyszer lent, tehát, de jelzi azt is, hogy igazán végtelen sok lehetőség van az életedbe. A következő lapunk pedig a diadalszekérnek a lapja, és a szemem egyből a piramisokra ment, lehet, hogy valaki Egyiptomba utazik ebben az időszakban, de beszéljünk a diadalszekérről. A diadalszekér az a sikernek a lapja, a siker az előrehaladásé, a győzelemé, amikor sikerül a nehézségeket magad mögött hagyni, és előrehaladsz, előre nézel, nem pedig a múltba. Ez ugyancsak jelzi ezt az összhangot, amit a szerencsés véletlen is beszélt, valamint említett. Mert a diadalszekérnél bár ő irányítja a sorsát, de hagyja azt is, hogy az univerzum segítsen neki abban, hogy melyik irányba kell menni. A diadalszekér természetesen lehet előrehaladás, mozgás, költözés, utazás, néhányan lehet, hogy valamilyen egzotikus helyre mentek, lehet, hogy Egyiptomba, lehet, hogy egy hajóúton vesztek részt, tehát itt bármilyen kombinációt el tudok képzelni ebből a három lapból. Aztán nézzük meg, hogy mi a következő lapunk. A következő lapunk egy másik lovag, az érmék lovagja, tehát ő az a botok lovagjának az ellentéte, mert a botok lovagja az tüzes, az kalandozó, ő pedig mindent a könyv szerint csinál, amit azt jelenti, hogy mindent megtervez, hosszú távra gondolkodik, megbízható, hűséges, stb. Tehát teljesen ellentétes energiát hoz magával, mint a botoknak a lovagja. Tehát természetesen itt lehet, hogy néhányatok két ilyen ellentétes személlyel van, aki nagyon megbízható, a másik pedig nagyon tüzes, nagyon szenvedélyes, nagyon jó vele az ágyban. És igazán ezt próbáljátok megtalálni ezzel az egyensúllyal, az érmék kettessel. De az is lehet, hogy azt próbáljátok egyensúlyozni, hogy mennyire akartok kalandozni, mennyire akartok úgymond lenyugodni és családot alapítani. Mert, mint mondtam, ez a két energia nagyon ellentétes. Lehet, hogy két ilyen személy harcol, érted. De nézzük meg, hogy hogyan folytatódik ez a kirakás. A
következő lapunk az a botok 2-es, a botok 2-es, ami a tervezés és a döntésnek alapja. Általában egy olyan helyzetet jelent, amikor kivágysz a világba, hogy több mindent felfedez, de amit eddig elértél, az visszatart téged, és emiatt egy döntést kell meghoznod. Tehát ez lejelentkezhet olyan szempontból, hogy el kell dönteni azt, hogy két személy közül hogyan akarod folytatni az életedet, melyikkel akarod tovább folytatni az utadat. Lehet az is, hogy el kell dönteni azt, hogy most mennyire akarsz kalandozni, vagy lehet, hogy meg akarsz állapodni. Tehát itt többfajta megoldás is létezik. Természetesen ez a fény jelzi azt, hogy tudni fogod azt, hogy melyik a helyes út. Aztán a következő lapunk pedig az a kelyhek ásza. A kelyhek ásza, mint minden ász, valamilyen új kezdetet, új fejezetet hoz az életünkbe, ami nagy-nagy boldogságot hoz, nagy-nagy szeretetet az életünkbe. Ez lehet egy új kapcsolat. Egy meglévő kapcsolaton belül egy új fejezet, ami nagy-nagy boldogsággal jár. Lehet egy gyereknek a születését is előrejelezheti. Ami fontos itt, hogy egy boldog időszak jön az életedbe. Egy olyan időszak, amikor azt se tudod, hogy neves vagy sírj, mert a boldogság teljesen eltölti a szívedet. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá, neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, természetesen mindig szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozóan. A következő lapod egy másik udvari kártya, a kardok királya. A kardok királya ebből kifolyólag lehet a személy, a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez egy olyan személy, aki nagyon okos, nagyon bölcs, általában az adatok érdeklik, és csak az igazságra fókuszál, kimondja, amit gondol, még ha ezzel meg is bántja a körülötte lévőket, bár nem az a célja. Tehát ő csak egy, ami a szívén, az a száján. Lehet, hogy egy ilyen személlyel van dolgod, lehet, hogy te vagy ez a személy. Lehet, hogy egy ilyen személy ad neked tanácsot, ami lehet, hogy sértőnek tűnik először, de igazán ez a személy segíteni próbál neked. Ez akár megjelenhet az életedben, mint egy bíró, hogyha a jogi úton van valami jogi per az életedben, akkor jelenthet ügyvédet, vagy akár bírót is, de akár azt is jelezheti, hogy az igazság kiderül, a megvilágosodás eljön az életedbe, vagy valamint jelenthet kommunikációt, ahol sikerül tisztázni azt, hogy hogyan tovább. Aztán a következő lapunk pedig a botoknak a 9-ese. A botok 9-es, ami a megfáradt, megsebzett katonának a lapja, jelzi azt, hogy sok mindenen estél, túl sok nehézségen, fájdalmon, és igazán néha úgy érzed, hogy amit szeretnél elérni az életedbe, az nem jön el. De ez a lap a kitartásnak a lapja. Az az üzenete, hogy tovább kell folytatni a harcot, tovább kell folytatni a küzdelmet, mert nagyon közel van az, amit szeretnél elérni. Tehát itt látszik a boldogság is, valamint ne felejtsük el a véletlen szerencsének a lapját, ami jelzi azt, hogy jó helyen vagy, jó időben, és a megfelelő emberekkel találkozol. Aztán a következő lapunk a botok 5-ös. A botok 5-ös, ami a konfliktus és a versengésnek alapja. A konfliktusként jelenik meg az életedbe. Lehet egy olyan típusú konfliktus, amikor két személy vagy a személyek a konfliktusba más közegből jönnek, és emiatt másképp látják a dolgokat. Lehet, hogy próbálgatjátok azt, hogy meddig mehettek el egymással. Lehet versengés. Lehet, hogy egy olyan személlyel van dolgod, vagy te vagy az a személy, aki nagyon népszerű, és nagyon sokan megpróbálnak megküzdeni érte. Tehát itt három személy is van, ami már eddig megjelent, tehát mindenképpen jelentheti ezt a küzdést valakiért. Aztán a pakli alján egy újabb személy van, a kelyhek királya, tehát ez egy
kicsit ellentétese a kardok királyának olyan szempontból, hogy a kardok királya az a logikára hallgat. A kelyhek királya pedig a szíve az, ami irányítja őt, de nem hagyja azt, hogy az érzései, a megérzései úgymond felülkerekedjenek rajta, hanem nagyon jól tudja használni az gondolatait, az eszét is, és emiatt nagyon kiegyensúlyozott, nagyon diplomatikus, teljesen ellentétes, mint mondottam, a kardok királyával, aki megmondja úgy, ahogy van. Tehát itt lehet, hogy valaki próbál segíteni, aki ilyen természetű. Ez a személy nagyon stabil, jelenteti azt is, hogy a nagy viharok között nagyon jól, nagyon stabilan megálltad a helyedet. De amit nagyon fontos, hogy valami boldog időszak jön az életedbe, ami lehet, hogy váratlanul, véletlenül toppan az életedbe, mert ez a fő kártyánk. Tehát igazán zárjuk a kirakást ezzel, és írd be a kommentbe, hogy szerencsésen alakul a helyzetem, jó helyen vagyok, jó időben, és a megfelelő emberekkel találkozom. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.